Sziasztok! A mai videóban ezt a sminket fogom elkészíteni, ami talán nem egy olyan nagyon extra smink, viszont ennek a videónak az a különlegessége, hogy engem most hallotok benne utoljára beszélni, ugyanis innentől kezdve átveszi a hangot a férjem. Ő fogja ezt a videót alámondani, illetve szinkronizálni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog kisülni belőle, úgyhogy ha ti is kíváncsiak vagytok rá, akkor mindenféleképpen tartsatok velünk! Még köszönés sincs időm, már is kezdődik egy ajakbalzsammal ez a kis smink. Ez a Best Damn ajakbalzsam, ami Best is, meg Damn is, tehát biztos nagyon-nagyon jó. És már is a primert viszi fel Sandra először kézzel. A primer igazából, ha árammal kínoznak, se tudom megmondani, hogy pontosan mire való és mi célt szolgál, de mindig ezzel kezdődik minden smink, úgyhogy biztosan ennek van valami lényege. Fölrázzuk a alapozót, ez egy ilyen folyós alapozó, ilyen pipettaszerű kis képződménnyel kell a kézre csöppenteni, és utána fölpöttyözni az arcunkra. Picit többet rakna, akkor olyan lenne, mint egy ocelot Sandra arca, de az ecsettel már is segít ezen, és eldolgozza szépen. Ez egy, hát ez egy picit ilyen ferde ecset, hogyha jól látom. Sokszor találkoztam a szobában itt-ott ezzel az eszközzel, de még nem használtam sohasem. Ellenben Sandrával, aki mindenhova felviszi ezt az alapozót. Igen, még a homlokára is. Igen, egy korrektor következik, ez egy Maybelline korrektor. Ennek nem tudom megmondani az árnyalatát, mert lekopott róla, de ez azt jelenti, hogy biztos jó termék, mert sokat használta. Ezt is egy ecsettel, ugyanazzal az ecsettel ráadásul dolgozza el ott a szem környékén. Igen, az egyik felén, a másik felén meghagyja ilyen NFL-esre, úgy látom egyelőre, de nem, azt is eldolgozza. Úgyhogy mindenhol szépen sima lett az arcbőre ettől. Következik egy... ez milyen márka? Szintén Maybelline Color Tattoo, ez egy, úgy látom, hogy valamiféle szemhéj alap. Én emlékszem valamiféle krémes szemhéj alap elnevezésre. Ennek viszont van árnyalata is, ez a Cream de Rose 91-es. Ha egyszer megadatna nekem, hogy ilyen kozmetikai árnyalatokat nevezzek el, akkor jobb lenne a világnak is. Ez pedig már egy Revlon univerzális paletta, Ice Cheeks and Lips elnevezésre hallgat, és egy ilyen apró fejű ecsettel már is a szemhéj felső részére visz fel Sandra egy árnyalatot, aminek nem tudom a nevét, de mutatta úgyis nektek, úgyhogy biztosan láttátok, hogy pontosan melyik szín az. Annyit tudok erről a kis palettáról, hogy ez szemre is jó, meg ajakra is jó, mindenre lehet használni. Én összeviccelném az embereket, és mondjuk a ajakra való rózsaszínt föltenném a szemhéjra. Hát, hogyha úgy valamiféle extrém eredményt lehet elérni. De egyébként láttam én Sandra korábbi videójában egy olyat, hogy valaki pirosítónak használta a rúst, úgyhogy lehet, hogy nem is annyira elvetemült az ötlet. Már is jön egy másik szín, ez vagy az? Ez lesz az. Ez egy világosabb szín. És ez kerül a szemhéj alsó részére, oda a szempillák környékére, de nem, föntre is megy, úgyhogy úgy látszik ez valami másféle technika, mint amire én számítottam így elsőre. És egy sötétebb árnyalat következik egy ilyen kis apró fejű ecsettel. Ez hova kerül vajon? Igen, a szemhéj külső sarkában. Arra gyanakszom, hogy ez valamiféle átmenetes megoldás lesz, tehát ebből a többféle árnyalatból lesz majd egy kész mű. Igen, igen, és ezzel az ecsettel eldolgozza az árnyalatokat Sandra. Nagyon jó. A másik oldalon se felejtsük el ezt megcsinálni. Ott is fölviszi ezt a sötétebb árnyalatot, és eldolgozza a világosabbakkal, illetve a korábban felvittekkel egyetemben. Hopp, jön még egy árnyalat. Ugye az előbb világosabbak voltak, most egy picivel sötétebb következik. Ez megy az alsó szempillák környékére, tövébe, a másik oldalon is, és egy egészen világos árnyalat következik, egy ilyen ceruza ecsettel, erre emlékszem, hogy ezt ceruza ecsetnek hívják talán. Ez oda egészen a szemzug, azt hiszem, így hívják azt a lokációt ott a szem környéken, oda egészen a sarkába egy ilyen világosabb árnyalatot fog Sandra fölvinni, a másik oldalon is,
Igen. És érkezik már is egy Milani márkájú Brow and Eye Highlighter, amit egészen extrém helyre visz fel Sandra. Én nekem eszembe nem jutott nyúlkán egy ceruzával, de ez már a könyvcsatornába viszi fel, úgy látom ezt a dolgot. Valószínűleg ezt férfi ember sosem fogja megérteni, hogy miért jó, de oda került. Igen, ugrunk egyet a szempillákhoz, a felső szempillákat egy L'Oréal márkájú szempilla spirállal szépen kiemeli. Egyébként Sandának roppant hosszú és dúl szempillája van, úgyhogy egészen extrém lesz a hatás, hogyha még ezt ki is emeli. Igen, és az egyik kedvenc szerkezetem következik. Ez egy olyan kis, szintén L'Oréal eszköz, amivel lehet szemöldököt rajzolni, és utána meg is fésülni. Tehát ez egy 2:1 kiképzésű. Igen, ott láthatjuk, hogy most megrajzolja a szemöldökét, és most megfésülje a szemöldökét. Bámulatos volt már a tudomány. Érkezik egy Clinique pirosító, ez a 01-es Ginger Pop árnyalat, amit egy ilyen szép pufi ecsettel visz fel az almácskákra, ahogy szoktam mondani Sandra, és nagyon fontos, hogy közben mosolyogjunk, mindig mosolyogjunk, mert akkor lesz igazán hozzáférhető az arcnak ezen része. A másik oldalon is ugyanezt meg kell csinálni. Természetesen egy L'Oréal True Match, hát ez is valami highlighter-szerűség, lehet, igen, highlighternek írják, itt a tubuson, ez pedig oda az arccsont környékére kézzel viszi fel Sandra, és őszintén szólva látnom kéne valami változást, de én nem látok változást, de biztos azért van, mert pasi vagyok. Hát neki is annyira tetszik, úgy látom, mert csóválja a fejét, de biztos van valami értelme ennek a műveletnek is, amit én egyelőre őszintén szóval nem tudok megfejteni. De fogadjuk el, hogy ez szakmailag egy indokolt és fontos húzás. Most meg kell törölni a szánkat, főleg ha ebéd után vagyunk, semmiféle pörkölszaft nem maradjon fent, ez nagyon fontos. És már is nekiesetünk a szánknak egy LOV Lip Effer, ilyen 2:1 kis szerkezettel. Ennek az egyik fele egy ceruza kiképzés, a másik fele pedig egy ilyen kis ecset. Egyenlőre úgy látom, hogy a ceruzát használja Sandra, azzal rajzolja meg önön száját. Igen, igen, a széle már megvan, most kicsit föl kell tölteni. Természetesen itt csak színfeltöltésről van szó. Igen, és a végére jön egy rúzs, erre egy rúzs, ezt nem nagyon értem én, de ennek szintén biztos oka van. Ez egy L'Oréal Gold Obsession rúzs, amitől hát nagyon szép színe lesz az ember lányának szájának. Igen, ne hagyjunk ki egyetlen egy részt sem a szájból. Igen, kicsit meg kell igazítani. A feleséget leítatjuk a pörköltös papírral, és még egy picit pótlunk, igen, hogyha valami eltávozott volna az ajkunkról, valamelyik szín morzsa. Hát bekerült valami hajszál is a rendszerbe, azt köpjük ki nyugodtan. Hát ezt a mozdulatot pedig nem tudom értelmezni, hogyha nem a feleségemet szinkronizálnám, akkor mondanék rá valamit, de így most inkább eltekintek ettől. Viszont nézzétek meg, milyen szép lett a végeredmény. Balról, jobbról, innen-onnan megcsodálható Sandra is, meg a smink is, és high five!